Sziasztok, Zsófi vagyok. Nagyon sok ilyen back to school videót lehet látni a YouTube-on, amelyeknek mindegyike a gyerekekről szól, milyen uzsonnát rakjunk nekik, hogy öltözzenek föl, milyen DIY toltartókat készítsünk nekik, vagy velük, amik nagyon-nagyon jók, és biztos hasznosak, és megkönnyítik a gyerekeknek a suli kezdést, de azért vannak az anyukák, akiknek az egész nyár is elég nehéz lehetett, plusz a suli kezdés is, amikor be kell még a gyerekeket is szoktatni, hogy vissza kell rázódni velük ebbe az iskola rendbe, a koránkelésbe, a tanulásba, vagy esetleg az óviba be kell szoktatni a piciket, úgyhogy ez nem egy könnyű időszak, azért az anyukáknak sem. Ezért én most nektek készítek egy videót, amiben megmozgatunk minden tetőtől talpig, és most végre egyedül tornázhatsz, nem fog senki rád mászni közben, nem kell ennivalót készíteni senkinek, nem kell a játékokat elpakolni, nem lesz rendetlenség, majd csak este, úgyhogy remélem, hogy örömmel végig tudod csinálni ezt a videót, melegíts be gyorsan, és aztán lássunk hozzá. A bemelegítés után még így hasonlóval folytatjuk, hogy még egy kicsit tovább melegedjünk. Nagy levegőt veszünk, és előre gördülünk lefele, húzd a hasadat, leteszed a két tenyered, előre mászunk, megtartjuk, és behúzzuk az egyik térdet vissza, másik térd vissza, és visszamászunk, és fölgördülünk. Ebből csinálunk még hetet. Fejjel indított, csigolyánként legördülsz. Előre mászol, tart, egyik irány, másik irány, és visszamászunk. Gördülünk föl, beszívjuk a levegőt, és fújod, gördülsz le. Mászunk előre, megtart, itt szoktak a gyerekek, anyukák hátára mászni. Na, ma ez nincsen, és jövünk föl. És fújod, gördülj le, leteszed a tenyered, előre mászol, és egyik, másik, és visszamászunk, és gördülünk föl, behúz a has, erőközpontoz, lemegyünk, mászol előre, megtartod, kereszt, kereszt, és mászunk vissza, belépzésre jövünk föl. És fújod a levegőt, előre mászunk, megtart, kereszt, ugye feküdtámasz pózban, a csukló a vállalaton, a hasadat fenekedet tartod, még kettő, fújod, és előre mászunk, egyik, másik, és jövünk föl, gördülünk föl, és le. Előre, tart, kereszt, kereszt, és jövünk vissza, és felgördülünk. Jó, innen lépjünk előre, egy nagyot, és oda helyezzük a súlypontunkat, oldalra a két kar, és emel a másik láb föl, föl, egyensúlyoz, erőközpontoz és koncentrálj, főleg a farizmodra, ahol emeled a lábadat föl. Nyugodtan kapaszkodj meg, hogyha nehéz a falba, vagy hozz egy széket. Még öt darab, föl, 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 kettő, jó, és vissza. Másik láb, előre lépsz egy nagyot, és följövünk, és mehet, emel, emel. Föl, 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 szorítsd az erőközpontodat, figyelj oda a farizmodra, amelyik dolgozik, emel, emel, föl, 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 utolsó öt darab, feszíts le a farizmodra, föl, jó, és le. Jó, lemegyünk innen, a talajra szépen legördülünk. Előre mászunk. Letesszük a térdet, és lemegyünk alkarra. Jó. Innen megemeled a térdedet úgy, hogy a fenekedet ne tord föl, és vissza. Föl,
vissza, ráfeszítesz a hasadra, behúz a köldök, föl, 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 még egyet, fönt tart, és az egyik lábadat húzod oldalra, vissza, négy még, három, kettő, és egy, letesszük másik oldalra, oldalra. Ugye mondtam, hogy teljes testet mozgatunk meg, kis kardióval, has, farizom, jó, tedd le, minden lesz benne, karra is dolgozunk. Picit elrakom a matracot, jó, és gyere fölfekvő támaszpózba, és innen az a feladat, hogy nyújtott lábbal fölugorj, és vissza. Föl, és vissza. Emel, ő vissza. Föl, tol a fenék, és vissza. Föl, ő vissza. Föl, ő vissza. Föl, még három. Föl, vissza. Föl, vissza. Utolsót, föl, és vissza. És tedd le magad. Jó. Két karod legyen magad mellett, és innen emeled föl, tudd le a vállaidat, lapockádat, beszorít a köldök, behúz, és emeled a fejedet, mellkasodat föl, és vissza le. Föl, és le. Csak addig, ahol a derekadban nem érzel fájdalmat. Vidd még lejjebb a vállad, lapockád. Még lejjebb, ne húzd ide föl, ott lent van. És figyelj, félúton megállunk, és piciket pumpálunk, pumpálunk. Föl. Szorítsd a farizmodat, segíti, hogy ne fájjon a derekad. Föl. Föl. Emel. Lent legyen a váll. Ne húzd föl, még kettő. Jó. És le. Oké, nem picit hátra nyúlunk. És vissza. Elfordulunk az oldalunkra. Talán a matracom is kell. És eltoljuk. Oké. Jó. Támaszkodj a kezeden, a könyök a váll és a csípő egy vonalban legyen. Ne legyen itt elől a könyök. Jó. Előre a két láb, pipál a lábfej, és a felüllévőt emeled, vissza, föl. Ne hagyd, hogy közben ide hátra esél, mert akkor nem lesz értelme. Föl, emel, feszíts rá, most, most, még jobban, többet, mint ami a mozdulathoz szükséges, tartsd föl, nyújt, hajlít, nyújt, hajlít, nyújt, nyújt. Nyújtod. Öt. Négy. Ne és hátra, told vissza a csípődet. Fönt tart. Pipa, és picit le, és föl. Le, és föl. Enged, emel. Le, föl. Le. Öt darab. Négy. Három. Kettő. Egy. Jó. Oké, tedd le, és gyere térdelő támaszba, és ugyanezt a lábodat fogod emelni hajlítva, pipál a lábfej, emel, le, föl, le. Csukló a vállalat van, jó, hasadat behúzod, föl, három, és nem homorítasz, ne legyen belőle ez. Jó? Csak addig, amíg farizomból megy. Jó? És letesszük. Jövünk a másik oldalunkra. Ugyanúgy állítsd be magad. Könyök váll, csípő egy vonalban, elől derékszögben a lábak, behúz a has, emel. Emel. Föl, ne esd hátra, nagyon figyelj rá. És feszít, feszít, itt a fenekedet érez, hogy dolgozik. Föl, és fönt megtartjuk, és nyújt.
hajlít, nyújt, hajlít, told rá, dolgoztasd meg a fenekedet, föl, föl, ha úgy érzed, egy lábsúlyt is fölvehetsz, ha van neked otthon, de a legtöbbet még azért, hogyha rákoncentrálsz a farizomra, arra az izomra, ami épp dolgozik, föntart, pici le, és föl, ne mozduljon el semmi, csak a felül lévő lábad dolgozzon, föl, illetve minden izmod dolgozik, a felül lévő láb mozog, föl, és föl, kettő, jó, és letesszük, átfordulunk térdelő támaszba, és ugyanez a láb pipa, kihúzod magad, emel, le, föl. Úgy tartsd magad, hogy a hátadon egy talpas pohár meg tudjon állni a fröccsöddel. Most még itt nyár van, amikor ugye ezt felveszem, vagyis szeptember 1-e, elég meleg, utolsó, egy jó fröccs jól jöhet. Oké. Egy utolsó feladatunk van, előre engeded a medencédet, és ugyanúgy a vállad alatt van a csuklód, és innen szűken, úgyhogy előre néznek az ujjak, hajlítod a könyököd, lejjebb, föl, följebb, hajlít, hajlít, föl, föl. Remélem, hogy örülsz annak, hogy most egyedül tornázhatsz, le, föl, és tényleg tudsz magadra szánni időt, föl. Nem csak azzal foglalkozol, hogy mindent megcsinál, kitakaríts, és főz most, föl. Ezt a pár percet szánhatod magadra. Föl. Jó. Oké, gyere föl ülésbe. Hátul tedd össze a két kezedet, egy kicsit nyújtsuk meg. Szóval, hogyha úgy érzed, hogy akár szeptember végén még több időt szánnál magadra, akkor pedig szeretettel várlak a Pilates & More táborban, ami szeptember 29-én től október 1-ig tart, és ott töltünk egy péntek, szombat, vasárnapot, ami igazán arról fog szólni, hogy végre magaddal foglalkozhass, sőt, én is veled fogok foglalkozni veletek, hogy tényleg maximálisan feltöltődhess ezután a szeptemberi hajtás után. Hogyha érdekel, információkat itt találsz lent az infoboxban, a honlapomon megtalálsz a táborról mindent. Remélem, hogy tetszett a torna, találkozunk legközelebb is, nyújtani ne felejts el, itt találsz nyújtó videókat is tőlem, és találkozunk a következő videóban is. Szép napot neked, szia!